Olyan módon kell a jövőben bevezetnünk az eurót, hogy az biztosítsa a magyar gazdaság számára a felzárkózás folytatásának lehetőségét, mondta egy korábbi interjúban Virág Barnabás, az MNB monetáris politikáért felelős alelnöke. Gerhes Miklós közgazdász szerint az euróvezeti csatlakozás gazdasági kritériumai azt hivatottak biztosítani, hogy egy ország képes legyen beilleszkedni az euróvezeti monetáris rendszerbe. Ennek több feltétele van, ezek az úgynevezett Maastrichti kritériumok. Ezek közül a legfontosabb az árstabilitás, aztán az államháztartásnak a deficitének a mértéke, az árfolyam stabilitás és a kamatpolitika. Na most, hogyha azt nézzük, hogy az árstabilitás nálunk jelenleg hogyan áll, nem a legkedvezőbb. Tulajdonképpen az inflációnk az Európai Unión belül az egyik legrosszabb. Az államháztartás deficitje 2020. decemberében történelmi csúcson volt, 2600-2700 milliárd forint volt. És így lehetne folytatni a további kritériumok elemzését. Szóval egyetlen egy kritériumnak sem felelünk meg per pillanat. A szakember szerint az elmúlt 10 évben több alkalommal is lehetősége volt Magyarországnak a gazdasági stabilitása révén az euróvezethez csatlakozni, de akkor nem kérte fölvételét a tagországok közé. A koronavírus által okozott gazdasági válság azt eredményezte, hogy a közös valuta bevezetése jelenleg még várat magára. Nem olyan egyszerű egyébként, tehát ez a folyamat nem úgy játszódik le, hogy most akkor kérjük, hogy lépjünk be az eurózónába, vezessük be az eurót. Itt az ERM2-be, az euróövezetbe be kell lépni, és ott legalább 2 évig tartani kell azokat a fontos kritériumokat, amelyeket előírnak. Tehát a jelentkezéstől számítva is legalább 2 év szükséges arra. Hát az, hogy a válságot könnyebben viseltük volna, vagy nehezebben, minden bizonnyal a magyar gazdaságnak több szempontból, tehát vannak szempontok, amely szerint az euró az kedvezőbb lett volna. Ilyen, amikor a világpiaci árak változnak, vagy az európai kereskedelemben euróval számolunk el a partnerekkel, minden bizonnyal az euró, ha Magyarországon már működött volna az euró, akkor az könnyebbség lett volna. Ha Csehország és Lengyelország bevezeti a közeljövőben az eurót, az kockázatot jelenthet az importőröknek, akik az átváltás miatt kiszolgáltatottabbak lehetnek. Magyarország kereskedelmi kapcsolatait leginkább a német piac befolyásolja, és a legtöbb esetben már euró a bevett fizetőeszköz a legmeghatározóbb kereskedelmi partnerek között, nyilatkozta a szakember.